Őrcsónak, szabadesős alagút, vízhurok. Most nem egy új cifi sorozat lehetséges címeit soroltam fel. A különleges elnevezések egy-egy csúszdát jelölnek az Aquapark extrém részén, ahol 6 új csúszda várja majd a látogatókat. Ez a fejlesztés az egyik legnagyobb attrakciója a fürdőben zajló uniós támogatás segítségével megvalósuló építkezésnek. A tervek szerint június utolsó hétvégéjén már a vendégek is kipróbálhatják az új részt. Ez pedig hasonlít egy kamikázéhoz, ez a sárga, amiből már nyitott található a régi csúszda partunkban is. Ugye az is egy nagyon meredek zuhanás, és akkor itt a végén egy kifutása, ugye kijön a szabadba. Az Aquapark új csúszdáit mutatja Ceglédi Gyula, az extrém részen az igazán bátraknak is lesz kihívás, az egyik legizgalmasabbnak ez a kapszula ígérkezik, ebbe bele kell majd állni, és kihúzzák a talajt a vendég lába alól, ezután szabadesés következik egy csúszdába, ami még fordul egyet, hogy ekkor már szó szerint senki ne tudja, hogy merre van arccal. A fejlesztés keretében 3 óriás csúszda épült, ebből 3 16 méter magasról, a másik 3 pedig 20 méter magasról indul. A munkák 95%-át már elvégezték. Az elektronikai beszabályozások vannak folyamatban, a gépészeti, a vízgépészeti üzempróbák már a tegnapi napon megkezdődtek, és hát majd később kerül sor a beminősítésre. A jövő hét hétfőjén várjuk az Émitűvnek a szakértőit, szakembereit, akik beminősítik a csúszdákat, akik tulajdonképpen az engedélyt megadják ezeknek a használhatóságára, és ezt követően, ha minden rendben lesz, és újabb tennivalókat, vagy biztonsági előírásokat nem tesz az Émitűv, akkor már reményeink szerint a következő hétvégén, tehát június utolsó hétvégéjén már próbaüzemszerűen a vendégek, a turisták is kipróbálhatják ezt a részlegét is a fejlesztésünknek. A csúszdák mellett a szakértői vizsgálat után egy 16 méter magas mászófalat is kipróbálhatnak majd a vendégek. Egy külsős szakértő cégnek kell beminősítenie, hogy lehessen mászni is rajta. Egyelőre ez a sziklafal, mondjuk így, hogy díszítő elemként funkcionál itt az Aquaparknak ebben az új részlegében, de amikor ennek a beminősítése is megtörténik, ezt követően az erre vágyó fiatalok kipróbálhatják. Többféle nehézségi pálya, legalább 7 pályát alakított ki a tervező ezen a mászófalon, és hát ezeket a különböző tudásszintnek megfelelően lehet majd kipróbálni. A strand vezetése és a tervezők nem csak a bátrakra, hanem a kicsikre is gondoltak. Hamarosan nekik is rengeteg élményben lehet részük. Itt a gyermek résznél most hogy állnak a munkálatok? Befejező szakaszában van. Tulajdonképpen a néhány kisebb csúszdának a szerelése, elhelyezése van folyamatban, illetve a zuhanyzóknak a beállítása, illetve a fürdő munkatársai a kerítést építik át, egy kicsit megnöveltük az Aquaparknak a területét a kemping rovására, hiszen szükség van, hogy itt ebben az új részben is legyenek fák, ahol hűvös árnyékos részre is le tudjanak a családok telepedni, és ne csak a napsütés domináljon. Nagyon sok új élmény van itt, mindenféle kastély, vár, Beckóvára itt van, a kis hódok itt vannak a Hódvárban, úgyhogy nagyon sok új élmény. Itt van ez a zátonyra futott kis hajócska, ezek az élmények mind-mind a kisebb gyerekeket várják, tehát azokat a gyerekeket, akik inkább az 5 és a 10 éves korosztályba tartoznak, ezeket a játékokat kifejezetten az ő számukra építettük meg, hiszen a mellettünk lévő baby pancsolót eddig is tudták a pici babával érkező vendégeink használni, de ennek a korosztálynak nem tudtunk még igazi élményeket adni, hiszen ők még a nagy csúszdákra nem mehetnek föl, ezért gondoltuk azt, hogy ők sem maradjanak ki a szolgáltatásokból, és számukra építettük meg ezt az új részleget. Reméljük, hogy elnyeri majd a tetszésüket, és örömmel jönnek az 5-10 éves gyerekek is ide az Aquaparkunkba.